tégy engem a te békéd eszközévé, ahol gyűlölet lakik, oda szeretetet vigyek, ahol sértés, oda megbocsátást, ahol széthúzás, oda egyetértést, ahol tévedés, oda igazságot, ahol kételj, oda hitet, ahol kétségbeesés, oda reményt, ahol szomorúság, oda örömet. Uramat, hogy inkább én igyekezzek vígasztalni, mint hogy vígaszt várjak. Inkább én törekedjek másokat megérteni, mint hogy megértést óhajtsak. Inkább szeressek, mint hogy szeretetet igényeljek. Mert önmagunkat elfelejtve találjuk meg magunkat. Ha megbocsátunk, akkor nyerünk bocsánatot. Ha meghalunk, akkor ébredünk az örök életre. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Köszönöm szépen a meghívást. Öröm Jézus szentséges szívének tiszteletére szentelt templomba együtt imádkozni veletek. Teréz anya mondotta, hogy a béke egy mosollyal kezdődik. Bűnbánó szívvel emeljük tekintetünket Urunkra, Istenünkre, és bizalommal merjünk egymásra mosolyogni. Bánjuk meg bűneinket. Jó! Kérünk Istenünk, a Szent Böjt elkezdése adjon erőt nekünk, keresztény életünk minden küzdelmére, hogy a bűnök ellen vívott harcunkban az önmegtagadás legyen biztos erőforrásunk, a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Joel próféta könyvéből. A bűnbánatra figyelmeztet a próféta. Térjetek meg, teljes szívetekből hozzám térjetek. Böjtöljetek hangos szóval sírassátok bűneiteket.
A szíveteket szaggassátok meg, és ne a ruhátokat. Keressétek isteneteket, uratokat. Ő jóságos és irgalmas, türelemmel gyógyítja sebeiteket. Ki tudja, hát ha visszatér és újra megbocsát, s áldás fakad a nyomában. Így az Úr, a ti istenetek elfogadja majd étel s italáldozataitokat. Fújjatok meg minden harsonát a szent hegyen, üdvösből ütött hirdessetek. Népemet gyűjtsétek egybe, szent közösséggé legyen. Hívjátok az öregeket, hozzátok a gyermekeket, még a csecsemőket is. Nászházát hagyja el most a vőlegény és a menyasszony is. A papok, az Úr szolgái hangos szóval sírjanak, az előcsarnok és az oltár között így kiáltsanak. Könyörülj, Uram, könyörülj népeden! Ne tűrj ilyen gyalázatot örökségeden! Ne uralkodjanak rajtunk pogány nemzetek! Ne mondhassák gúnyolódva, hol van hát istenetek! Erre az Úr féltő szeretettel tekintett országára, és népének megkegyelmezett. Ez az Isten igéje. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből. Testvéreim, Krisztus követségében járunk, Isten maga buzdít titeteket általunk. Krisztus nevében kérlek, engesztelődjetek ki az Istennel. Ő a bűn hordozójává tette értünk azt, aki bűnt nem ismert, hogy általa Isten igaz voltának részesei legyünk. Mint az ő munkatársai, figyelmeztetünk titeket, hogy Isten kegyelmét ne vegyétek hiába. Azt mondja ugyanis az Úr, amikor az időt alkalmasnak látom, meghallgatlak, és ha eljön az üdvösség napja, segítek rajtad. Nézzétek, most van itt az alkalmas idő. Most van itt az üdvösség napja. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek.
Evangélium Szent Máté könyvéből. A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz. Vigyázzatok! Jó tetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt, mert így a mennyei atyától nem kaptok értük jutalmat. Amikor tehát alamizsnát osztasz, ne kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor te alamizsnát adsz, ne tudja bal kezed, mit cselekszik a jobb kezed, hogy adományod rejtekben legyen, és akkor atyád jutalmaz meg érte, aki lát téged a rejtekben is. Amikor pedig imádkozunk, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek az emberek szeme láttára a zsinagógákban és az utca sarkokon állva imádkozni. Bizony mondom nektek, már meg is kapták jutalmukat. Amikor imádkozol, menj be a szobádba, és zárt ajtó mögött a rejtekben imádkozzál atyádhoz. Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Amikor böjtöltök, ne legyetek mogorvák, mint a képmutatók. Keserű arcot mutatnak, hogy az emberek meglássák rajtuk a böjtölést. Bizony mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor te böjtölsz, illatosítsd be hajadat és mosd meg arcodat, hogy az emberek ne vegyék észre böjtölésedet, csak atyád, aki a rejtekben jelen van. Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Ezek az evangélium igéi. Kedves, szeretett jó testvérek! Hamvazó szerda, nagybőjt kezdete önmagába is nagyon komoly, szomorú ünnep. Nagybőjt kezdete. De a 2022-ös nagybőjtre különösképpen ránehezedik ugye mindaz, ami most Ukrajnába, tőlünk nem is olyan messze történik. Testvér nép háborúja. Az ottani egyik érsek mondta, hogy mindannyiunkat itt ebbe a domba, Donyecbe kereszteltek meg, összetartozunk. És mégis szemünk előtt, ugye hát a média, különféle hírforrások szerint szinte élőben látjuk azt a szenvedést, fájdalmat, szomorúságot, ami hát ebben a nagy országban, Ukrajnában történik. Ferenc pápa, aki valószínű sokkal többet tud, mint amit mi összesen tudunk, és biztos, hogy első kézből látja és tudja, hogy mi történik ott, arra kért, hogy ezt a napot szenteljük az imádságnak, a böjtnek, az önmegtagadásnak, a bűnbánat tartásának. Igen. Én azt gondolom, hogy ennél méltóbb helyet, mint ez a paksi, Jézus szentséges szívéről elnevezett templomot, nem is kaphattunk volna, kereshettünk volna egy jobb helyszínt ennek a nehéz napnak, ünnepnek átelmélkedésére, megélésére. Én csodálattal olvastam annak idején, hogy ugye paksi egyházközség elindult egy kompon keresztül 1890-es években Kalocsára,
búcsúra, ünnepre, felvirágozva. És persze, hogy nem fér mindenki fel egy ilyen kompra, szerencsések örventek, a többiek integettek a parton, és nem messze a víz sodrása elkapja. Hát az úszó alkalmatosságot felborult, és hát a zarándokoknak nagy része ott veszítette az életét. És a paksiak nem Isten szitták, káromolták, nem elkeseredtek is búbálatba, hogy mondjam, elbújdostak, hisz elvesztették szeretteiket, plébálosokat, barátaikat, hanem nekiálltak, és hogy hitüket megerősítsék, hogy a szívükben lévő reményt ébren tartsák, megépítették ezt a három hajós, hatalmas templomot. Igen, méltó válasz a nehézségekre. Kedves testvérek, az élet mindig is hozott és hozni is fog bajt, gondot, nehézséget. Szentírás azt írja, az ember élete a földön egy kurta őrségváltás éjszaka, katonas sors. Szeretnénk már a mennyországba lenni, de a földi élet nem a mennyország. Zarándokok vagyunk, nehézségek, gondok közepette. Isten megajándékozott 30 béke örömteli évvel. Az építkezés, az imádság, az élet évei voltak. Reméljük és imádkozunk is, hogy ne szakadjon meg ez az áldott időszak. Adja az Úr, hogy még sok békés, nyugodt évben legyen részünk. De mindenek előtt tudnunk kell, hogy Isten ajándéka a béke, a biztonság, nyugalom. Mindannyiunk életében voltak nagy csütörtökök és nagy péntekek. Az emberiség életében is van nagy csütörtök és nagy péntek. Húsvét hajnalán Jézus föltámadt. Az a szív, amit átdöftek, ami meghalt, újból élni kezd, dobog, szeret. Feltámadt a mi Urunk Istenünk. És húsvét hajnalán nem a hibákat, a bűnösöket, a múlasztásokat kéri számon, hanem Mária Magdolna, kicsi szívem, menj, szólj a többieknek, találkozunk a galileai tengerpartján, folytatjuk, ottól abba hagytuk. Nem torpan meg, nem áll félre duzzogva, nem liheg bosszúért, hogy most szétrúgjuk Heródes kégliét, hanem az evangélium hirdetése megy tovább. Döbbenetes, ugye, hogy ott a Genezáret tó partján átdöfött kézzel rőzsét gyűjt, átdöfött lábbal oda megy, tüzet rak, halat süt. És amikor az egész éjszakai halászat után a tanítványai partra érnek, Jézus nem számon kér, hanem gyertek, melegedjetek meg, reggelizzünk, jó étvágyat. Fiúk, Péter, szeretsz te engem? Nagyszerű, jó van, legeltesd juhaimat. Ezt kellene, testvéreim, megtanuljuk Krisztustól. Ez kellene az emberiség megtanulja Krisztustól. Egy olyan példa, igen, átdöfött szívvel is lehet szeretni. Ez jelenti a húsvét, a feltámadás. A kereszténységnek ez a lényege. Mert akarva, akaratlanul, biztos a családokba is, mi is egymásnak okozunk fájdalmat,
törést, sebet. Milyen jó lenne, ha Krisztus szívének, átdöfött szívének, ugye, feltámadásának fényében mi is újból tudnánk kezdeni. Sokszor saját magunkba csalódunk. Mert legtöbbször, legyünk őszinték, a falak nem körülöttünk vannak, hanem bennünk. Mi magunkat korlátozzuk le. Kudarcaink, félelmeink lefolytsák álmainkat. Önbizalmunkat megölik. Milyen jó lenne, ha ilyenkor újból tudnánk kezdeni. Igen, nem sikerült, nem ment. Árva gyerekeket nevelek, és mindig ezt mondom nekik, hogy hát igen, azt nem mondhatom, hogy nem ér téged baj, szenvedés, de hát a foci csapat, ha kap egy gólt, és leül, hogy ja Isten, mi történt, hogy ki a hibás, hogy mi kellett ez így történjen, mi vagyunk ilyen szerencsétlenek, akkor a foci csapat kap még 2-3 gólt. Igen, vannak kudarcaink. Ma rég porból születtünk. Még az is csoda, hogy 2 lábon tudunk járni. Se magunktól, se egymástól ne várjunk el olyan, nem tudom milyen nagy dolgokat. Ha csalódtál magadba, csalódtál férjedbe, feleségedbe, szomszédodba, próbálj újra kezdeni. Gyerekeknek mondom, hogy aki úgy biciklizik, hogy mindig hátra néz, jó nagyot fog esni. Mici Vackó mondta, hogy Malackának, ugye ott biztos olvasták annak idején, hogy hát mi mind nézel vissza, hát nem arra megyünk. Igen, őseitek nem ragadtak le ott abba a tragédiába, hogy ennyi sok társunk, rokonunk meghalt, hanem Isten dicsőségére, nagyságára, hát egy templomot építettek. És ha belegondolunk, 1890-es évek óta mennyit fejlődött ez a város, ez a közösség, mennyit szépült. Igen, én azt látom, hogy azok az árva gyerekek, akiket úgy sikerül megvigasztalni, megnyugtatni, kicsit bátorítani, azok kilőnek, mint a nyíl. Aki egyfolytában csak azzal van elfoglalva, hogy mi vagyok én ilyen szerencsétlen, hogy mi történt ez így, logikus, feszült, ideges, nem is fog tanulni, szorzótábla neki nagyon nehéz. Mindenek előtt meg kell őt nyugtatni. Van megoldás. Következő gólt már te fogod rúgni. Igen. A mi Úrunk Jézus Krisztus a mi atyánkba nem arra tanít bennünket, hogy aztán, amikor a világ összedől, akkor ne fájjon nagyon. Nem ezt mondjuk a mi atyánkba. Hanem mit mondunk? Hogy jöjjön el a te országod. Igen, lehet Ukrajnába háború, nagyhatalmak tényleg furcsa dolgokat csinálnak, de mi nem a világ végére készülünk. Mi Isten országának a kibontakozására készülünk. Te az atya, mikor megkeresztel egy gyermeket, nem arra keni fel, hogy legyen az egyház vagy a világ gyászhúszára vagy síratóasszonya, nem ezzel keni meg a homlokát olajjal, hanem hogy legyen a szeretet, a remény, a holnap profétája. Igen, erre keni fel. És titeket is, mindannyiunkat felkentek. Megkereszteltek. Krizmával felkentek. Mindannyian felkentek vagytok. Merjük a reményt, a hitet, a bizalmat hirdetni. Igen, én hiszem, hogy igen, itt Pakson meg fog épülni ez az atomerőmű. Hiszem, hogy igenis lesz munkánk. Hiszem, hogy fel tudjuk nevelni a gyermekeinket. Szent Ferenc alapítványnál jelenleg is 1300 gyerekünk van.
És biztos, hogy nagyon nehéz. Egyik másik gyerek, hát nem teszi könnyűvé ezt a munkát. De az a fontos, hogy ne adjuk fel. Elmesélek egy konkrét történetet. Hát van egy Alex nevű fiunk, hát ez mindent megtett, hogy valamilyen módon, hát hogy mondjam, bosszút törjön a homlokunk alá. Minden tanári gyűlés arról szólt, hogy hogy tudnánk ettől az Alex-től megszabadulni. Nem tanult, lógott, mindenféle rosszat csinált. Aztán a nyáron én kínomba elvittem pásztornak. Persze nem akart menni, de ott nálunk ugye ott fent a hegyen, hát ottan 10 kilométer körzetben nincs is falu, villany sincs, és én bizony ott hagytam Alexet a pásztoroknál. Hát hogy mondjam, persze, hogy nem lehet elmenni szivaré, mert ott a medvék járnak, meg minden. Na, a telefont se lehet feltölteni, mert nincs villany. Hát egy hétből ugye arról volt, hogy hétre marad, aztán ugye közben nekem is kórházba kerültem, akkor 3 hét múlva mentem utána. Aztán útközben sokat beszélgettünk, és ez a csend, ez a nagybőti szentidő számára az volt, hát megérlelt benne egy döntést. És elment Déván a legszigorúbb nevelőnőnkhöz, aki hát tényleg, hogy mondjam, ott füstöl minden, de minden gyereknek ott nála sikeredik az érettségi. Amelyik olyan, békésebb vagy nyugodtabb nevelőnő, hát annál vagy sikerül, vagy nem. És elment oda, és mondta, hogy befogadja őt, azt mondja, mert én tudom, hogy velem sok baj van, talán maga be tudna törni engem. És az egy 10. nagyfiú, 17 éves. Hát mikor hallottam, csodálkoztunk. Na de befogadták Alexet, minden. Vége lett az első fél évnek, és jön, és azt mondja, Csava testvér, mindenből átmentem. Te mondom, Alex, a 10 év alatt volt-e még ilyen fél év, amikor mindenből átmentél? Én azt mondtam, hogy nem. És nagy büszkén mondta, dehogy nem, atya, a harmadikban, a második fél évben, akkor is mindenből átmentem. Miért mondom ezt a történetet el? Azért, mert úgy látom, hogy a mai ember olyan könnyen feladja, olyan könnyen bedobjuk a törülközőt, hogy ez ilyen, vagy ez olyan, vagy nem érdemes. Olyan könnyen, ugye sokszor jönnek fiatalok, hogy 3-4-5 éves házasok, hogy válnak. Az ember leül, de mi a probléma? És akkor ilyen olyan apró dolgokat felsorolnak. Hát mondom, te ezen kacagni kell, emiatt nem válni kell. Próbáljátok meg, Isten nem játszik veled. Ha egyszer szerelmes lettél az oltár előtt, igen mondtál, akkor biztos Isten nem fog egy másik nőt vagy férfit mutatni, hogy na most ez jobb lesz neked. Isten nem játszik velünk, nem barkobázik. Amit Isten egybekötött, azt ember ne válassza szét. Vagy ugyanígy, barátságok, a munkatársi viszonyok. Mint oldott kéve, úgy sodródik szét az ember, bizonytalanodott. Isten nem játszik velünk. Merj dönteni, és döntésedhez ragaszkodjál. És ha nehezen megy, van egy másik lányunk is, hát elvégezte az egyetemet. És persze gratuláltunk meg minden, és kiállítottam a többiek elő. Példaképpen, mert ez a lány, igazából ugye az anyukája meghalt, az apukája, hát nem tudott, nem alkoholista, nem képes törődni vele, és bekerült hozzánk, és lázadt, és nem tetszett neki semmi, és dühös volt mindenkire, és tényleg borsot tört mindenki orra alá, aztán fogta magát, 10. szépen megszökött, és felcsinálták, és gyereke lett, és férje azért nem volt neki, meg nem tudom miféle, szóval hát egy makrancos leányzó volt. És ott hagyta nekem a gyerekét. Hát én arra büszke vagyok, hogy unokát nem nevelek.
elment valamerre a nagyvilágba, én az ő pár hónapos gyerekét a zölömbe ültettem, le is fényképeztettem magamot vele a gyerekkel, és kiírtam a Facebookra, hogy imádkozzon mindenki, hogy ennek a gyereknek az anyukája hazajöjjön, és nevelje a gyerekét. És 3 hónap múlva megjelent. Én alkalmaztam. Ott volt nálam még 3 kisebb testvére, azokat is rábíztam, hogy nevelje őket. És sokat-sokat beszélgettünk. És nekiállt tanulni. 10-szer érettségizett, és 10-re sikerült neki, átment. És olyan lendületben volt, hogy ha már elkezdett tanulni, nekiállt, és elvégzett egy egyetemet. Most a másodikra jár. Igen, testvéreim, mondhatunk akármit egymásról, de Krisztus nem engedi el a mi kezünket. Nagy csütörtökön, ugye, szóval virágvasárnap előtt, ugye ott Jeruzsálem falainál leborul, és sírva mondja, hogy hányszor próbáltalak összegyűjteni, mint kotló a csibéit, nem akarjátok, nem megy. De rá pár napra, virágvasárnapján azért bevonul Jeruzsálembe. Hozsánna, Dávid fia néked. Nagy csütörtök, nagy péntek. És utána megint csak föltámad, megyünk tovább. És ki tudja, hányszor borult le Jézus Krisztus sírva Mohács előtt, de én azt gondolom a világháborúk nagyvárosa előtt, és mostan Kijevnél, Odesszánál, Mariupolnál, biztos, hogy sírva borul Jézus földig, de nem adja fel. Egész biztos, hogy átdöfött szívvel is, tovább szeret, és hiszi azt, hogy képesek vagyunk megtanulni a szeretet parancsát, képesek vagyunk felnőni a mi mennyei atyánkhoz. Ne féljetek, bízzatok bennem, atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, megmondtam volna nektek. Elmegyek, helyet készítek, hogy ti is ott legyetek velem, szeretetbe, békébe. Igen, testvéreim, hinnünk kell, hogy minden nehézség, minden gond, minden probléma ellenére szeretet diadalmaskodik. Nagyon sokszor a levelem aljára azt írom a kollégáknak, gyerekeknek, hiszek a szeretet végső győzelmébe. Ez egy nagyon régi, ősi keresztény hitvallás. Hiszek a szeretet végső győzelmébe. Adná az Isten, hogy ez a hit töltse be a szívünket. Nem vagyunk vakok, látjuk, mennyi baj van, sokszor a saját életünkben is. Mert nem kell messzire menni, az ember, ha őszinte és nagybőjtbe szembenéz magával, akkor lássa, hogy igen, milyen nehéz jónak lenni, milyen nehéz a szeretet útján járni. És azt gondolom, hogy a családba is, mindenki családjában, Székelyföldön azt mondják, nincs ház kereszt nélkül. Biztos, hogy mindenütt van, minden családban. Egy fekete bárány, egy probléma. Városba is, nagyvilágba is. Adná az Isten tényleg, hogy a remény szép virága nőjön nagyra, és nyíljon ki mindannyiunk szívében. Amen. Testvéreim, nagy lehetőség, mikor ennyien együtt imádkozhatunk, bizalommal emeljük szívünket Istenünkhöz, és fogalmazzuk meg kéréseinket. Jóságos Istenünk, áld meg Ferenc pápát, add, hogy vezessen bennünket az irgalom, a békesség, a szeretet útján. Kérünk téged, hallgass meg. Szívem minden szeretetével imádkozok a helybeli közösségért, annak minden tagjáért, a plébános úrért,
munkatársaiért. Áld meg őket erővel, egészséggel, békességgel. Nagyon szeretettel imádkozunk a paksi fiatalokért, diákokért, akik minden évben karácsony előtt összefognak, hogy mikulási ajándékot készítsenek Szent Ferenc Alapítvány gyermekeinek. Áld meg őket, tanáraikat, szüleiket, és mindazokat, akik segítenek a gyerekeink mikulását szépé, örömtelivé tenni. Különös szeretettel imádkozunk kárpátaljai testvéreinkért, az ukrán országban élő honfitársakért. Áld meg őket, és add, hogy ez a mai szentmise gyűjtése, ha egy csepp is lesz a tengerbe, segítse őket életükben, gondjaikban. Urunk Istenünk, ne hagyd, hogy a félelem, a kisítűség, a szomorúság elsodorjon bennünket. Add, hogy annak idején őseitek tragédiára, templomépítéssel válaszoltak, ugyanúgy mi is gondokra, bajokra, szeretetből vállalt jó cselekedetekkel válaszoljunk. És végezetül imádkozunk azokért a katonákért, civilekért, akik ezekben a napokban életüket vesztették Ukrajnába, adj nekik örök nyugodalmat, te, aki élsz és uralkodol, mindörökké. Amen. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. A Szent 40 nap kezdetén ünnepélyesen mutatjuk be az áldozatunkat. Segíts Istenünk, hogy szívből megtérjünk, gyakoroljuk a tevékeny szeretetet, tartózkodjunk a káros élvezetektől, és bűneinktől megtisztulva buzgón ünnepeljük Szent Fiat szenvedését, ki él és uralkodik mindörökkön örökké. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó, igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Mert kegyesen megadott hívő népednek, hogy évről évre megtisztult lélekkel, örömmel várják húsvét szent titkának ünnepét. Most többet imádkozzanak,
buzgóban gyakorolják az irgalmasság tetteit, és az újjászületés szentsége által az Isten gyermekség teljességére üssanak. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget himnuszát zengjük, és velük együtt, vég nélkül énekeljük. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá a szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből minnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjts egybe a szent lélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szívedet, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elmúlt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalomban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Testvéreim, kárpátaljai testvéreinkért, Ukrajna minden lakójáért,
Jézus Krisztus szavaival, az áldott békéért így imádkozunk. Mi adjál? Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk Urunknak, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindenkor. Urunk Jézus, szeretettel léptük át ennek a gyönyörű templomnak a küszöbét, és arra kérünk, ne hibáinkat, gyarlóságainkat nézzed, hanem jó szándékunkat, jó akaratunkat, és őrizd meg itten, Kárpát-medencében, a nagyvilágban, békében, egységben, szeretetben, te, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Bocsássatok meg szívből egymásnak. Az Isten báránya, ime ki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya.
Könyörögjünk. Szentségi ajándékaiddal segítenek minket, Istenünk, hogy neked tetsző módon bőjtöljünk, és bőjtölésünk fel lelkünknek és gyógyulására váljék Krisztus a mi Urunk által. Köszönöm, hogy itt lehetek. Ugye a paksi útaim, múltkor is, most is azért jöttem, hogy megköszönjem a jóságotokat, mert ugye hát a helybeli iskola, diákjai, tanárai, szülők, támogatók összefognak, és mikulási ajándékokat hoznak, küldenek a gyerekeinknek. A gyerekeink nagyon sok szép rajzot rajzoltak, hálából imádkoztak is önökért, meg a gyerekekért, úgyhogy ez most már 10 éve tart ez a jó kapcsolat, és hát számomra öröm, hogy igen, a gyerekeink, ha ki van pucolva a cipő, ha nincs, de valami mindig szottyan beléje a paksi Mikulások jóvoltából. Úgyhogy köszönöm még egyszer itt mindenki előtt, mindazoknak, akik ebben a programban részt vesznek, és hát ugye hoztunk naptárokat is, könyveket is, a naptárban mindegyikben benne van az összes házunknak a címe. Reméljük, hogy most már ugye elmúlik ez a pandémia, és a remete korszakunkat felváltja az zarándok korszak, és elindulhatnak önök is Erdély földjére. Szívesen, szeretettel látjuk, várjuk önöket. Most a szentmise után, vagy 4-5-ön is kiszolgáltatjuk azok, akik igénylik a
hát a hanvazás szertartásába. Ez egy jelképes dolog, de annál sokkal több szentelt hamu, amit az atya a reggeli misén megáldott, azzal ugye meghintsük fejünket, és pap ugye mondja, hogy memento mori, emlékezz ember, porból lettél és porrá válsz, tehát egy jelképes módon elkezdjük a nagybőti szentidőt. Kegyelem teljes nagybőti szentidőt kívánok. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szentmise véget ér, mondjuk áldást. Köszönöm.